közvéleménykutatást végzett az Elizabeth Research, amit a HVG-hu ismertetett. 1000 főt kérdeztek meg telefonon április 15-25-e között, a reprezentatív felmérésben pedig az eddig megszokottól eltérően most konkrétan a EP választásra kérdeztek rá, azaz május 26-án kire fogják leadni a voksukat. Az eredmény pedig teljes ellenzéki átrendeződést mutat az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest, ugyanis egyértelműen az MSZP lett a legerősebb ellenzéki párt, a második helyet pedig a szintén baloldali DK szerezte meg. Így egyértelművé vált, hogy a Fideszt bal oldalról lehet leváltani a Jobbik nagyon erősen visszaesett 6%-ra, amely a fele a szocialisták támogatottságának. Valószínűleg az is benne van ebben az eredményben, hogy a Jobbik még mindig nem tudja lemosni magáról az EU-Elinz múltját, így ebben a szavazásban kevesebb voxra számíthat. Az LMP mélyrepülése úgy tűnik nem áll meg, folyamatosan a bejutási küszöbö alá mérik, így elképzelhető, hogy nem jut EP mandátumhoz, míg a Momentumnak egyre nagyobb rá az esélye. A felmérés szerint az EP választáson biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz 57%-on. Az MSZP 12%-on, a DK 11%-on, a Jobbik 6%-on, a Momentum 5%-on. Az LMP 4%-on, a két farkú kutya párt 2%-on, a Párbeszéd, a Mi Hazánk és a Liberálisok 1%-on állnak.